Kedves nézőkéim, Montrealban az időjárás változatlanul szar. Ezért elmegyünk várost nézni máshová. Addig is, amíg átvergődünk ezen a hirtelen támadt dugón itt az autópályán, elmondom nektek, hogy Quebec City neve valójában nem Quebec City és nem is Quebec Villa, ahogy a franciák hívják, hanem egyszerűen csak Quebec. Viszont mind angolul, mind franciául ékezetes E betűvel kell írni, csak úgy, mint Montrealt, ugyanis a kanadai törvények szerint minden településnek csak egyféle hivatalos írásmódja lehet, így aztán Quebec. Ugyanakkor Quebec tartomány, franciául Quebec, angolul Quebec ékezet nélkül, és ugyanígy Quebec tartományi kormánya is, ugye Gouvernement de Quebec, vagy Government of Quebec ékezettel, illetve ékezet nélkül írja a nevét. Jól összekeverték. És íme Quebec City, annak is az óvárosa. Maga a város nem különösebben nagy, legalábbis az 5 milliós Montrealhoz képest, hiszen csak 531 ezer lakosa van, az elővárosokkal együtt körülbelül 800 ezer, mégis ez Quebec tartomány székhelye, és az egyetlen fennmaradt megerődített város Észak-Amerikában. Jóval azelőtt, hogy Quebec Citynek hívták volna, állt itt egy Fort Charlesbourg Royal nevű település, amelyet 1541-ben alapított Jacques Cartier, a francia felfedező, ennek 400 lakója volt. Erre a magyarok annyira nem tudtak odafigyelni, mert a törökök éppen elfoglalták Budát, valószínűleg ezért ezt a kisvárost is elhagyták, de lehet, hogy a hideg és az indiánok miatt, az utóbbi enyhe rasszizmusra utal. Ekkoriban született meg a Kanada név is, amely a Szent Lőrinc folyó mentén élő irokézek nyelvén azt jelentette, hogy falu, település, egészen pontosan, ahol házak vannak. A mai Quebec City körül kialakuló francia birtokot, amelyet Új-Franciaországnak neveztek hivatalosan, informálisan Kanadának hívták, és lassan Európába is átszivárgott ez a név. De van egy olyan elmélet is, hogy portugál hajósoktól származott ez a név, akik felderítették a környéket, de mivel semmi kibányázható értéket, aranyat, ilyesmit nem találtak, ezért a térképre azt írták, hogy Canada, azaz itt nincs semmi. A Quebec név szintén indián, algonkin eredetű, Quebec, azaz folyószűkület, és valóban itt egy kicsit összeszűkül a különben eléggé széles Szent Lőrinc folyó. 1608-ban rájöttek a franciák, hogy mégiscsak kell nekik ez a terület, és visszatértek bizonyos Samuel de Chaplain vezetésével, aki szintén egy nagy felfedező volt, és ma számos szobor emlékezik meg róla Quebec szerte, és ekkor alapították meg a mai Quebecet, azaz Quebec városát, egy elhagyott irokész falu helyén, ennek a neve Stadacona volt, és a mai napig visszaköszön néhány utcanévben, illetve éttermek és hasonlók nevében. 1629-ben rövid időre elfoglalták az angolok a területet David Kirk, egy privateer kapitány vezetésével. Ha valaki nem tudná, a privateerok afféle tengeri zsoldosok voltak, tehát olyan kapitányok, akik a hajójukat és a katonai képességeiket egy-egy uralkodó szolgálatába állították. Ez azonban már az angol-francia háború lezárása után történt, ezért tulajdonképpen törvénytelen volt, lett is belőle egy kis diplomáciai bonyodalom, végül Károly angol király visszaadta a területet, annak fejében, hogy 13. Lajos fizesse meg az ő felesége hozományát. A 17. és 18. században aztán jó sok háborúzgatás ment itt, mert valahányszor Európában egymásnak estek az angolok és a franciák, itt is muszáj volt. 1759-ben a Plains of Abrahami csatában, vagyis Ábrahám mező, elfoglalták Quebecet, és tulajdonképpen azóta áll angol uralom alatt. Ezt azonban még számos további ütközet és ostrom követte, míg végül a franciák lemondtak a területről, és hivatalosan 1763 óta része Quebec a brit nemzetközösségnek. És most egy kis archaikus fegyverismeret kezdő fegyverbuziknak. A mögöttem látható ágyú vajon tengeri vagy szárazföldi? És honnan lehet tudni? Nos, egyrészt aprók a kerekei, ez már sejteti, hogy nem nagyon mozgatták, de ettől még lehet szárazföldi. Amiből kiderül, hogy ez egyértelműen egy hajófedélzeti ágyú, az a kis kampó ott, ami arra szolgált, hogy a hánykolódó hajón legyen mivel kikötni, sőt igazából mindig ki volt kötve. Aki egy kicsit dadog angolul, talán hallotta már a loose cannon, azaz elszabadult hajóágyú kifejezést, ami bolond, kezelhetetlen embert jelent, hát innen ered. A városnak, mármint Quebec Citynek, ekkor 8000 lakója volt, tehát nem volt különösebben nagy, de már európai jellegű kőházak, erődítések álltak itt.
A következő történelmi esemény az amerikai függetlenségi háború volt. 1775-ben az amerikai csapatok egészen idáig feljöttek, megtámadták a quebeci brit helyőrséget. Ez nem volt jó ötlet, mert nagyon elverték őket. Aki itt most elgondolkodott, hogy vajon mi történt ez alatt Montrealban, hiszen az délre van, innen jó kérdést tett föl, de ezt majd a Montrealról szóló vlogban mesélem el. Spoiler, Montreal amerikai megszállás alá került, csak nem az Egyesült Államok része lett. Következő háború 1812-ben következett, és ekkor épült föl az akkor már 14 ezer fős lakosságú Quebec City ma is álló citadellája. Pesten és Budán ekkoriban körülbelül 150 ezeren laktak. 1790-ben a brit megszállók a Dominiumot, azaz egész Kanadát, Felső és Alsó Kanadára osztották, tehát átvették a franciáktól a Kanada nevet, de a Quebec név továbbra sem létezett hivatalosan. Egészen 1867-ig, 1841 és 67 között Alsó Kanada székhelye váltakozóan hol Kingston, hol Montreal, hol Toronto, Ottawa, néha pedig Quebec City volt. A franciákat egyébként nagyon is sértette az, hogy az ő területeket Alsó Kanadának nevezték el, hát mitől lett ez alsó? Ezt igazából nem tudjuk, de 1867-től ez már nem volt releváns, mert a Confederation Act életbe lépésével megszületett a modern szövetségi Kanada, és ennek része volt Quebec tartomány. A mögöttem látható épület a Pacific Railway Company által 1893-ban épített vasúti luxusszálló, a Le Château Frontenac, azaz a Frontenac kastély. Tervezője Bruce Price, akinek munkásságát ajánlom tanulmányozásra mindenkinek, akit érdekel az építészet. Ez a műve az 1880-90-es években Észak-Amerikában népszerű chateauesque, azaz kastélyszerű stílust képviseli, amely a 15.-17. századi francia építészet hagyományaira támaszkodik. Ez az épület egy fontos történelmi találkozó helyszíne is volt. 1944-ben itt a Château Frontenacban találkoztak Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill és William Lyon Mackenzie, a kanadai miniszterelnök, és itt öntötték végső formába a normandiai partraszállás terveit, illetve a háború utáni európai rendezést is itt beszélték meg. Most pedig maszkot öltve megnézzük az erőd alatt található régészeti kiállítást, ahová egyébként pénzért lehet belépni, de legalább nem sok pénzért. A mögöttem látható építmények a kormányzó rezidenciájához tartoztak, valamikor egy üvegház állt itt, amelyben mindenféle konyhakerti növényeket termesztettek, volt egy jégverem, amelyben nyáron is hidegen tárolhatták az élelmiszereket, illetve egy föld alatti mosoda, amit ne kérdezzetek, hogy miért volt a föld alatt, mert csak franciául van kiírva, és franciául sincs róla sok. Itt látható néhány mindennapi használati tárgy, amelyek az ásatások során kerültek elő. Külön érdekes ez a kis üvegcseh, amelyet annak idején a Magyarországon repülősónak nevezett ammónia tárolására használtak, és ezt tartották az elájulgató nemes hölgyek orra alá, hogy térjenek már magukhoz. Alacsonyabb származású hölgyeket egyszerűen felpofoztak ilyenkor. Igen, kérem, az ott egy Billy. És most ismerkedjünk meg Jean-Baptiste Attirontával, aki a 17. században egy benszülött diplomata volt, és a kezében is az úgynevezett vampum övet tartja, ami egy apró gyöngyökből szőtt öv, és jelezte a viselője státuszát, mármint hogy ő a törzs megbízásából, a vezetők megbízásából diplomataként közeledik a fehér településekhez. Ez itt mögöttem egy korabeli konyha előkészítő területe. Itt aprították föl, mosták a különféle zöldségeket, húsokat és más hozzávalókat. A következő helyiségben található pedig a tűzhely, ahol a korhű megjelenítés érdekében egy kerítést is felállítottak, amely mögött egy nő található, jelezvén, hogy hol volt akkoriban a helyük. Hát igen, ekkor még egy kicsit jobban működtek a dolgok. Ez tehát a Dufferin terasz, és senki ne süsse el azt a szarszó viccet, hogy every day I'm Dufferin.
Itt mögöttem pedig egy nagyon kanadai dolog látható, ez pedig a tobogán pálya, ami sajnos most zárva van, de egész télen várja a szánkózni vágyókat, immár több mint 100 éve, és a Citadellából, a katonai erőd aljából vezet le ide a Dufferin teraszra. Most pedig fölfelé kapaszkodom az úgynevezett kormányzói lépcsőn. Hát elég szar lehet kormányzónak lenni errefelé, mert 310 foka van. Jó alacsony, nem túl szabványos. De állítólag, ha a tetejére érek, akkor egy nagyon szép kilátásban lehet részem, és egyenesen az Ábrahám mezőre lehet rálátni, ahol, mint emlékezetes, az angolok elseggelték a franciákat. Egész Quebec City egy rendkívül hegyes, völgyes terület. Ennek megfelelően kerékpáros túrához nem nagyon tudom ajánlani, legalábbis ha csak le nem teszitek a bringát a hegy tövében, mert sokat fogtok mászni. Autóval pedig felejtsétek el, csak a város szélén lehet parkolni. Hiszem lassan a végére érek az egésznek. Kormányzóval még nem találkoztam. Lehet, hogy most éppen ott tavában van. Hát vagy bedobták valahova oda, mert nem bírta. Szerintem ezt a lépcsőt a katonák építették, hogy ne mászkáljon föl folyton ellenőrizgetni. Nem rossz. És már is itt vagyunk, kedves nézőkéink, a lépcső tetején, íme a Szent Lőrinc folyó. És ebből a nézőpontból elég könnyű rájönni, hogy miért is nevezték Quebec Cityt Amerika Gibraltárjának, hiszen elég volt ide néhány ágyút felállítani, és a franciák már is meghatározták, hogy ki hajózhat a Szent Lőrinc folyón, és ki nem. Ami az angoloknak elég kellemetlen lehetett, hiszen ez a folyó látta el szinte a teljes kanadai domíniumukat, ez volt az Európa felé vezető kereskedelmi útvonal, és akkoriban még csak a folyó közepén lehetett egy elég keskeny sávon hajózni, amit nagyon könnyű volt belőni. Hát ezek után nem is csoda, hogy annyiszor megtámadták Quebec Cityt, és a végén el is foglalták, és a mai napig is egy nagyon fontos stratégiai áteresztő pont, csak ugye ma már nem háborúznak egymással az angolok és a franciák, mert valamennyien kanadaiak lettek. Itt fut mellettem az egykori várárok, nem túl gyors, mert simán lehagyom. Valamikor ebben víz hullámzott, ma csak az óvatlan turisták csontvázai találhatók benne, akik nem figyeltek a táblára, hogy vigyázott. Leesés veszély, és valaha itt álltak azok az ágyúk, amelyek jelenleg mászókaként szolgálnak a Château Frontenac falai tövében. Akkoriban még egy kicsit komolyabb céljuk volt, mert egy ágyúnak kell, hogy legyen célja. Értitek? Célja. Quebec City citadellája igen hasonlít a komáromi monostori erődre, ami nem csoda, hiszen mind a kettő ugyanabban a korban épült. Ez azonban a mai napig is aktív katonai létesítmény, a kanadai hadsereg egyetlen francia vezényleti nyelvű egysége, a 22. királyi lövészezred támaszpontja. Ez az ezred mindkét világháborúban hősiesen harcolt, és azóta is számos konfliktusban vettek részt. És pont időben vagyunk, most kezdődik az őrségváltás, a kaput már bezárták, és nézzük, rendben történik-e az őrhely átadás átvétele, mert az fontos. Köszönöm!
és ezzel le van váltva az őrség. Érdekes látvány, hiszen körülbelül hasonló az egész, mint amit a Buckingham palotánál láthatunk Londonban, hasonló az őrök öltözéke is, viszont a vezényleti nyelv francia, sőt, magának az ezrednek is a mottója, azonos Quebec mottójával, Je me souviens, azaz emlékezem. Kicsit olyan ez, mintha létezne a román hadseregben egy magyar vezényleti nyelvű ezred, amelynek a jelmondata az, hogy nem, soha. Rögtön a bejárat után egy kis ideiglenes tárlat fogad bennünket, ahol nem annyira a katonákról van szó, mint az őket kísérő állatokról, és nem csak azokról, akiket ők visznek a csatába, hanem akiket ott találnak, még a szúnyogokról is. Ez itt egy galamb, természetesen postagalamb, mármint ami maradt belőle az első világháború óta, de valahogy így nézett ki egy postagalamb az első világháborúban, csak egy kicsit jobban mozgott, és nem tartották üvegtárolóban, hanem olyan kosárban tartották, többet is. Érdekesebb, ez az úgynevezett Dickin Medal, ez egy állatkitüntetés, amelyet 1943-ban alapítottak, és nagyon sokféle állat megkapta már, kutya, macska, ló, postagalamb is, összesen 79 állat, hogyha jól tudom, egyébként emlegettem én is ezt a kitüntetést a postagalambokról írt cikkemben, amely a Regiment magazinban, nem, az Aranyosos magazinban jelent meg, elvégre repülésről szól, tehát ott is olvashattatok róla, most itt láthatjátok, ezt egy kutya kapta, egy Gander nevű kutya. Az ott a falon egy rozsomák, az első kanadai kommandós ejtőernyős ezred kabala állata. Gyaníthatom, hogy ennek a példánynak nem nyílt ki az ejtőernyője. És íme itt látható az igazi micimackó, azaz Winnie the Pooh, teljes nevén Winnipeg, ugyanis Kanadából származott, egy kanadai fekete medve volt, akit a második kanadai gyalogdandár egyik orvos tisztje még medvebocsként szállított át Európába, és ő volt a dandár kabala állata. A háború után egy londoni állatkertbe került, és ott pillantotta őt meg Christopher Robin és a Mici Mackó című könyv szerzője Milne. Hát ez lenne Mici Mackó. Ő pontosan olyan fekete medve, mint amilyet tavaly elgázoltam. Mici Mackó ne rohangálj az úton. Ő pedig itt Batis, a tibeti kecske. Ő a 22. gyalog ezred kabala állata volt, itt lakott az erődben, és személyesen második Erzsébettől kapta az ezred. Sajnos már elpusztult, de kiállítási tárgyként továbbra is megtekinthető. A Kisházi Múzeum különböző termeiben megismerkedhetünk a 22. ezred különböző háborúkban nyújtott teljesítményével, történetével, egyenruháival, felszereléseivel és más relikviáival. Itt tekinthetjük meg az ezred történetét az első világháborúban, és illetve az ehhez kapcsolódó különféle erekjéket, relikviákat. Érdemes megjegyezni azonban, hogy ez csak egy katonai egység saját házi múzeuma, tehát ilyen színvonalon rendezik be ezeket, mint ahogy nálunk talán csak a hadtörténeti múzeum. Nagyon szép lenne, ha a magyar egységeknek is lehetne hasonló házi múzeuma. Na persze ez történelmi okok miatt is egy kicsit lehetetlen, hiszen már nagyon régen nem ápolják a legtöbb ezret, legalábbis a legtöbb egység a történelmi 19. századi vagy még régebbi hagyományokat. Egy elég érdekes erekjét tekinthetünk meg, ez az úgynevezett Confederate Inkstand, vagyis a konfederációs tintatartó. Ezzel írták alá 1867-ben a konfederációs törvényt, vagyis Kanada alapító törvényét. Majd 1944-ben jelen volt a már említett Château-Frontenacban tartott találkozó során is, és Mackenzie miniszterelnök írt vele alá ezt-azt, most pedig itt tekinthető meg, tehát ez egy történelmi jelentőségű tintatartó. Majd következik Korea, ENSZ békefenntartó missziók, különösen Ciprus és Koszovó,
majd később Afganisztán, ahonnan egyébként csak nemrég tértek vissza az ezred csapatai. Az utolsó helyiség a tárlat során a mögöttem látható kis szoba, ami egyáltalán nem egyedülálló, hiszen minden katonai múzeumban itt Kanadában található egy hasonló. Itt az ezred katonáinak kitüntetéseit csodálhatjuk meg, az azokat elnyerő katona nevével és rendfokozatával. Hát jó sok van belőlük, az első világháborútól kezdve egészen napjainkig. Most pedig nézzünk körül itt kint, az erőd udvarán, ami nagyon rövid lesz, mert fél óra múlva bezár az egész kócerály, nekem meg már alig van akkumulátorom, úgyhogy siessünk. Szóval ez itt az udvar, most láttátok, nem sok látnivalóval legalábbis ezen a ponton, de mindjárt megnézzük, hogy hova tették például az ágyukat, amikor ágyúzni akartak, tehát amikor még az ágyúnak volt célja. Hagyjuk, ez már elsőre se volt jó. Elrohantam itt egy ilyen turista igazgató úriember előtt, aki egy széken üldögélt, és nagyon érdekes dolgot tudtam meg. Itt az alakuló téren, nem túl meglepő módon szoktak lenni mindenféle díszemlék, amelyen az ezred kecskéje mindig részt vesz, ugyanis most is van kecske, csak nem itt lakik, hanem egy farmon a közelben. És az ezredben van egy kijelölt úgynevezett Goat Major, neve ellenére nem őrnagy, hanem egy őrmester, pontosabban egy Master Sergeant, akinek az egyetlen feladata ennek a kecskének a úgymond kezelése. És a kecske ki van képezve a parádékon való részvételre, tehát például lábhoz igazodik, mint egy kutya, formációkat fölvesz és mindenféle utasításoknak engedelmeskedik. Roppant érdekes katonai kecske. Kanadaiak, na. Armstrong ágyú, 1872, acélból van. Ez az ágyú annyira veszélyes, hogy ketrecben kell tartani. Ez egy női ágyú lehet. Ez pedig itt nem valami nagy tábornok szobra, hanem Jean Couture Surgeon Major, azaz főtörzsőrmester, törzsőrmester, már megint el vagyunk tévedve, nem igazán lehet megfeleltetni magyar rendfokozatnak, de általánosságban véve ő az altiszteket, tiszthelyetteseket hivatott jelképezni, akik, mint a mellé állított tábla említi is, lényegében a kötő elem, a parancskiadás és a parancs végrehajtása között, nélkülük nem működhet egy modern hadsereg. És itt látható egy újabb szobor, ő már nem egy őrmester, hanem ő a Governor General volt. Mindjárt elolvasom a nevét, mert fejből nem tudom, George Phileas Vanier természetesen. Itt mellettem áll egy hölgy, aki mindent elmond nektek angolul és franciául, ha gondoljátok. Would you like to repeat this? Can you speak Hungarian? You don't? No, she won't repeat it in Hungarian, so I will continue. Szóval őről azt kell tudni, hogy ő alapította ezt az ezredet, és háborús hős volt, az első világháborúban személyesen is részt vett, olyannyira, hogy el is vesztette 1918-ban a harctéren az egyik lábát, ez az ábrázolás korábban készülhetett. És ő építette ott mögöttünk azt a zöld tetejű házat, na bocsánat, ez nem is annyira igaz, mert nem ő építette, mert ez korábban egy lőszerraktár volt, ő azonban átalakította, és most ez az ezred kápolnája, itt kötnek házasságot, a katonák ide mennek imádkozni, a épp imádkozni valójuk van, és látható ott egy könyv is, amelyben az ezred összes tagja élő és holt föl van jegyezve. Ez nagyon szép dolog, ezt se nézzük meg, mert mindjárt bezár a múzeum, de tekintsük meg még egyszer ezt a kitűnő szobrot, íme. Brain Carrier, második világháborús csapatszállító jármű, rá van írva, hogy nem ássz rá, ne anyattesel, sosem ássz rá egy Brain Carrierre. A kis hölgyöt szemben éppen elmagyarázza a Governor Generalt egy csapat, úgy látom, koreai turistának, egyébként korábban megjegyezte, hogy nagyon tetszik neki a magyar nyelv. Köszönjük szépen, és haladjunk tovább, mert az idő is fogy, meg az akkumulátor is. És itt láthatóak az ezred azon katonái, akik elnyerték a legmagasabb brit, illetve nemzetközösségbeli katonai kitüntetést, a Victoria keresztet, közülük ketten az első, egy pedig a második világháborúban érdemelte ezt ki, és ez a tábla azt jelzi az erre járó katonáknak, hogy itt bizony tisztelegni szükséges, van is rá ok.
Ez pedig itt az 1917-es Vimy csata emlékműve, illetve az abban elesett katonák emlékkeresztje. Ez Belgiumban található, ahol egy jó nagy emlékmű, egy nagyon szép pompás emlékmű található 1918 óta. Ez a csata nagyon fontos a kanadai történelem, és nem csak a hadtörténelem szempontjából. Ez volt az első olyan hadi esemény, amelyben a kanadai csapatok nagyobb létszámban képviseltették magukat, mint a brit csapatok. És itt jöttek rá arra, hogy ők tulajdonképpen egy nemzet. Meglépett az őrség. Sikerült kijutni az erődből zárás előtt, úgyhogy most itt ülök ezzel a kakassal, és evés, vacsora, uzsonna, mit eszünk 5 óra körül. És utána elmegyünk még egy érdekes helyre. Hát ez majdnem ehető volt, csak egy kicsit égették oda. De menjünk arra a másik érdekes helyre. Ja, meg ha már itt vagyunk, akkor nézzük már meg a várfalat. Vagy városfalat. Végül is ettől erődített város, Quebec City. Bocsánat, Quebec. Vigy a Quebec. Lényeg az, hogy most fölmászunk oda. És íme itt vagyunk a történelmi várfal egyik kapubástyáján, amilyen, mint láthatjuk, elég magasan vannak a lőrések. Úgyhogy vagy sámlit kellett rendszeresíteni, vagy 2 méter 20 centi magas lövészeket alkalmazni. Mindkettőnek van előnye, hiszen ha netán az ellenség betörne a várba, a sámlikat elégetjük, és akkor nem tudnak kilőni, amikor már ők vannak benn, illetve nekik nincsenek 2 méter 20 magas lövészeik. Duplán mi nyerünk. Persze ez nem jött be a franciáknak. Már csak azért sem, mert ezt az angolok építették. Az angolok okosabbak voltak. Ez a gyönyörű épület itt mögöttem pedig nem más, mint Quebec tartomány parlamentje, amit persze az egyszerű földi halandónak nem kell tudnia, csak franciául van minden kiírva, így az is, hogy mi ez az épület, azt azért ki lehet csillabizálni. Minden egyéb titok, amit a quebeciek meg akarnak tartani maguknak, úgyhogy menjünk is tovább. Nem nézzük meg a szobrokat, nem nézzük meg a kertet. Na jó, egy kicsit. De nem erre gondoltam, amikor izgalmas helyet emlegettem, bár ez is valóban elég izgalmas, hanem az még előttünk van, csak ez a kis vityilló útba esett. Gondoltam, megmutatom, ha már ti nem laktok itt, ugye? És íme itt vagyunk. Na nézzük meg, mi ez a hely. És hogy mi olyan izgalmas ezen a helyen? Nos, itt láthatjátok körülöttem ezek a régi 80-as, néha kora 90-es évekbeli játékgépek, arcade gépek, illetve a másik szobában a flipperek. Igen, ez nem csak bár, hanem múzeum is, de ezeken a játékokon játszani is lehet, sőt, még $4 sem kell beledobni, mint régen, hiszen egy csekély fogyasztás fejében korlátlanul lehet játszani, egy koktél ellenében, hogy úgy mondjam. És ezek itt mind eredetiek, egyik sem valamilyen újjáépítés, mondjuk egy Raspberry Pi-ból vagy hasonlóból, ahol nagyon sok létezik, de ezek mind eredeti 80-as évekbeli hardverek, olyannyira, hogy még a bugok is eredetiek, például ezt a Missile Command gépet az előbb én fagyasztottam ki, nem tudom, hogy csináltam, de menjünk innen gyorsan. Ez volt tehát a McFly Arcade & Bar, amit melegen javaslok felkeresésre mindenkinek, aki Quebec Citybe szédülne hozzám hasonlóan. Egy nagyon érdekes megfigyelést is tettem.
Néztem sok embert, ahogy játszott, voltak fiatalabb, idősebb vendégek is, ugye idősebbek alatt korombelieket, tehát 40-eseket kell érteni. És azt vettem észre, hogy amikor a fiatalabbakat figyeltem, a 20 éveseket, ők egy kicsit kényelmetlenül érezték magukat emiatt. Tehát hátra nézegettek, forogtak, nem szóltak semmit, de látszott, hogy nem tudnak mit kezdeni ezzel, hogy ki ez a pasas és miért nézi az ő játékukat. Míg az idősebbeknél ez természetes volt, hiszen a játékterem erről szól, és mi még jártunk játékterembe, sőt ők is odaálltak mögém, mikor én játszottam, és nézték, hogy mit alkotok. Hát ennyit változott a videójáték, hogy gyakorlatilag egy ilyen otthoni intim tevékenységé vált, és már nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy ez egy nyilvános térben is történhet, hogy esetleg valaki elkezdi nézni a játékukat, hogy ez egy nyilvános tevékenység, már az internetet leszámítva, és hát zavarja őket. Ennyit változott a társadalom, ennyit változtatott rajtunk ez az elmúlt 20-30 év. Ez a kis park itt, amelyben jelenleg nincsen semmi, csak néhány pad, Cartier szobra és mögöttem a látkép, arról nevezetes, hogy itt állt Quebec parlamentje 1824-ig, amikor a tűzben leégett. De nem csak ez történt itt, hanem ezen a helyen csatlakozott Quebec a konfederációhoz, azaz a szövetségi Kanadához, illetve itt jegyezték be az első kanadai találmányt, amely egy mosógép volt, bizonyos Noé Cushing találmánya. Gondoljatok rá, ha legközelebb mostok. Érdemes megcsodálni ezt a gyönyörű freskót is, ami a régi Quebec falait és lakóit hozza össze a modern Quebeckel. Ez itt mögöttem Quebec City tengeri kikötője, na persze csak annyira tengeri, hogy az Atlanti óceán több ezer kilométerre fekszik innen, de a Szent Lőrinc folyó elég széles hozzá, hogy tengeri kikötő legyen. Nem csak most, hanem már a 19. században is az volt, olyannyira, hogy az 1800-as évek elején itt építették a brit flotta nagy részét kanadai faanyagból. Olyannyira ment ez az üzlet, hogy 6-7 naponta bocsátottak tengerre egy óceánjáró hajót, amely természetesen azonnal útra is kelt Angliába, és vitte magával a kanadai faanyagot, hogy ott újabb hajókat építsenek belőle. Hát így épült ki a brit flotta, és így lett a tengerek ura Anglia. Ez a kis hajócska, amelyet itt látunk kiállítva, egy nagyon fontos hadtörténelmi relikvia, és a kanadai haditengerészet egyik jelképe, Jeffy Jane a neve, és 1940-ben került a haditengerészet állományába. Mindössze $1 jelképes áron adta át nekik egy első világháborús veterán, azért, mert szeretett volna hozzájárulni az ország háborús erőfeszítéséhez. Hát gondolhatnók, hogy egy modern haditengerészet nem sokat tud kezdeni egy ilyen kis luxus jachttal, de valójában nagyon is találtak neki harci feladatot, a Jeffy Jane járőrözött Quebec kikötőjének bejárata előtt keresve az esetleg oda belopózó német tenger alattjárókat. Hát nagyon jól végezte a dolgát, mert egy sem mert oda jönni. Amikor pedig nem ezzel foglalkozott, akkor VIP szállítóként működött, és ezzel szállították partra az ide érkező fontos delegációkat, így például Winston Churchill és Franklin Delano Roosevelt is a Jeffy Jane fedélzetén szálltak partra, amikor Quebecbe látogattak a frontenyaki találkozóra. Ez volt tehát Quebec City, de még mindig nem indulunk vissza Montrealba, mert van itt még valami érdekes, amihez egy kicsit autózni kell, nem dél felé, hanem észak felé, olyan 15 kilométer. Íme, kedves nézőkeim, a Montmorency Falls, azaz a Montmorency vízesés, amelyet jóval kevesebben ismernek, mint híresebb testvérét a Niagara, azaz Niagara vízesést az amerikai-kanadai határon, csak hogy ez 30 méterrel magasabb még annál is. Egy nagyon kellemes kis élményparkot is kialakítottak itt a vízesés körül, amelyben mindenféle látványosságok, Via Ferrata, kötélpálya, éttermek, kávézók várják a látogatókat, a felnőtt belépőjegy mindössze $8, quebeci lakosoknak csak $4, nekem pedig semmi, mert éppen elromlott a kártyaolvasó, amikor befelé jöttem, és nem volt nálam készpénz, ha-ha-ha, a bennem élő 8% most dörzsölné a markát, de selfie botot tartva ezt egy kicsit nehéz kivitelezni.
Most pedig visszamegyünk a hegyre, a függővasúttal. Anyám kedvéért, Lanovka. És íme már is itt vagyok fent ismét a hegyen. Semmi érdekeset nem tudok elmondani sajnos erről a kötélpályáról, úgyhogy mondok egyet a budapesti libegőről. Tudjátok-e, hogy a libegőt ki tervezte? Nem más, mint Frankó Endre, aki a 101. Puma vadászosztálynak volt az egyik pilótája, a Messerschmitt 109 vadászpilóta, a háború után ugyanis mérnökként kezdett dolgozni, már persze amikor a kommunisták hagyták, de azt is ő építette. Isten nyugosztalja, ő volt az utolsó Puma, aki még életben volt tavaly, sajnos most már ő sincs.